Istenes Bence és Rácienő ismét összebalhézott. Istenes és Rác közötti feszültség a műsor végére tetőzött tegnap a Starbucksban. Az indulók napokig üzengettek egymásnak, a közösségi médián is összekaptak, Istenes hibázott, egy rasszista üzenetet osztott meg, amit később bocsánatkérés követett, és jó szándékát többször is tisztázta. A meccsen feszültség érződött, szabálytalanságokkal teli küzdelmet láthattunk, ahol végül Rácienő győzött egyhangú pontozással. Istenes a készfogást elkerülte, mondván a meccs közben olyan ordinári dolgokat ordított neki Rácienő, amely miatt nem érdemelte volna meg. Bence a pontozói döntést nem kommentálta, de belső élményét később értékeli majd. Rác elismerően beszélt a küzdelemről, a második elődöntő december 3-án lesz Molnár Áron, Józan László, Dobos Evelin Nyári Díja és Árpa Attila Pintér Tibor párosításokkal. Te mit gondolsz a tegnapi meccsről? Írd meg kommentben és iratkozz fel az Index social felületeire.